lehet a bőrszíne kultúrája más, fontos felismernie, hogy a teremtésnél remek művek gyermekes. Egymásnak testvérei vagyunk, és ebben a közös hazában csak együtt boldogulhatunk. 1942. Esztergomban a Városszár cigánytelep létesítését írja elő minden helyi cigány számára, amelyet csak munkavégzés céljából adhatnak el. 1944. tavaszán nyarán több helyi tisztviselő javasolja a zsidó kérdés megoldásának mintájára a cigányok internálását. Több megyében, nagyobb gazdaságokban csendőri őrizettel mezőgazdasági kényszermunkatáborokat hoznak létre a romáknak. Júniustól jelentős számban kerülnek Magyarországról cigányok különböző német megsemmisítő táborokba, amely bízhatatlanok internáló táboraiból. Július. Több megyében internáló gyűjtőtáborokat létesítenek a henye életmódot folytató kóbor megbízhatatlan cigányoknak. Szabolcs-Szatmár megyében a nagyobb városok Nyíregyháza, Mátészalka, Nyírbátor, Újfehértó mellett létesítenek ilyen táborokat. Több település roma lakosságát munkatáborokba viszi. Szolnok, Csongrád, Bács-Kiskun, Pest, Heves, Nógrád megyékből. Cigány munkatáborok vannak Szekszárdon, Véminden, Szent Király Szabadján, Pécsváradon, Marcaliban, Sárváron,